De ez objektív és szubjektív fokokért sajnos nem történhetnek, hogy mi volt itt van. A szívabás, hogy együtt szerettem volna. Én következem a sorba, engem kértek, hogy egy pár szóval emlékezzem, hogy a gimnáziumra emlékezve, hadd kezdjem ezzel az idézettel. Az, amit egy iskolának el kell végeznie elsősorban, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, felkeltse a tudás iránti vágyat, megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük, amit csinálunk, és segítse megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Én azt hiszem, hogyha végignézek rajtatok, és az elmúlt 5 évenként ezt tettem, úgy érzem, hogy az iskolánk elérte a célját. Boldog embereket látok magunk közül, magunk körül, akik örömét velik a munkájukkal, megtalálták a helyüket az életbe. És én azt hiszem, hogy nem kevés érdeme van a mi gimnáziumunknak, a tanári karunknak abba, hogy 35 év után még mindig ennyien kíváncsiak vagyunk egymásra, egymás sorsának alakulására. Olyan sokat változtunk, mint külsőre, mint belsőre, hogy alig ismertem meg, mint hányatokat. Bennem még mindig az érettségi korú 18 éves énetek maradt meg emlékül, egy kissé kopottan, kissé fakó emlékekkel. A 35 év bizony nagyon sok idő, ennyi idő alatt rengeteg dolog történik egy ember életében. Új arcok, új barátok, családok, emberek mennek el, kisbabák születnek, tehát rengeteg minden történik. De ennyi idő alatt nagyon sok mindent el is lehet felejteni. Annyi minden volt 35 éve, én azt hiszem az egész idősága. Mielőtt elérzékenyülnék, egy verset szeretnék elmondani. Ez egy érettségi találkozóra írt vers. Nem én írtam, hogy ne írjátok. Nos, hát összejöttünk 35 év után. Nézem a néniket, és csak állok után. A bácsik között is kevés az ismerős, ezért talán nem én, az idő a felelős. Szervusz, megismersz még? Tudod, hogy ki vagyok? Persze, csak a neved. Az nem jön valami. Jaj, hát te is itt vagy. Mit csinálsz? Családod? Nézd, itt ez a fénykép. Gyönyörű a lánya. És lassan eltűnnek a 35 esztendő parcolatulások, és más jelenet előtt. Pont, mint a folyéken. Az iskolapadban, vagy kint a folyosón, netán az útban. Egykori gesztusok felelevenednek, és az öregekből fiatalok lesznek. Ugratjuk egymást, ahogyan régen, előtorulnak minden apró pici emlékek. És én azt kívánom, hogy újra legyünk fiatalok, és jöjjenek azok a kis emlékek. Isten értesse mindenkit. Köszönöm. 35. osztálytalálkozót láttuk. Nekem az a megtisztelő feladat,